A kormány teljesítményéről, tehát Ferge Zsuzsával, Lengyel Lászlóval és Surányi Györggyel beszélgetünk. Jó estét kívánok! Jó estét! Jó estét! Fitz Tamás arról beszélt ebben a rövid összeállításban, hogy új társadalom szervezési modellt valósított meg a kormány. Önök hogy látják, hogyan szervezte a társadalmat ebben a 3,5 évben az Orbán kormány? Hát önmagában egy jó szó ez a társadalom szervezés. Tehát az, hogy valaki a társadalmat meg akarja szervezni, ezt az 50-es évektől elég hosszan hallgattuk. A társadalom szegény az szerveződni szeretne, és nem gondolja, hogy fölülről kéne őt megszervezni. Egyébként elkezdték megszervezni valóban. Úgy gondolom, hogy politikailag, jogilag, és ebből következően gazdaságilag egy meglehetősen brutális átrendezést hajtottak végre a társadalmon belül. Szóval ma már a 3,5 év után elég világosan látszik, hogy a politikai erőt arra használták föl, hogy a felső 15-20 százalék számára teremtsenek jövedelmet, vagyont és tartós hozzájutást, hozzáférést a társadalmi szolgáltatásokhoz, és a társadalom jelentős részét ebből részben kizárni igyekeztek, részben pedig háttérbe szorítani. Ez egy meglehetősen brutális társadalomszervezési modell, amelyet azzal sikerült még tetézni, hogy egy olyan hierarchikus, központosított rendszert hoztak létre, amelyben lényegében a függés fölülről lefelé olyan erős, hogy komoly félelmet kelt a társadalomban, hogy bármilyen változást előidézhessenek alulról. Tehát mivel egyébként éppen a jobboldali nyilatkozók is elismerik, hogy a kormányzat tárgyalásra nem volt hajlandó, a sajátjaink kívül, azokkal se tárgyalt, hanem inkább parancsokat osztogatott. Ennek a társadalomszervezési modellnek a lényeges vonása, hogy fölülről lefelé szervezi a társadalmat. Tehát visszaszólás, valódi tárgyalás nincs. Ez persze nem is csoda, hiszen a vezetője Orbán Viktor azon az elven alapszik a gondolatmenete, hogy minden tárgyalás a gyengeség jele. Aki leül tárgyalni, az gyenge. Egyetlen feladat van, keresztül vezetni saját gondolatainkat, saját eszménket és saját érdekeinket a magyar társadalmon, néha még az európai társadalmon is. Milyen társadalmi változásokat látott ebben a 3,5 évben Ferge Zsuzsa? Nagyon nehéz megkülönböztetni, hogy mi a válság hatása és mi a saját politika hatása. Erről röviden csak annyit mondanék, hogy az adatokat nézve, gyakorlatilag nincs olyan ország Európában sem, és az Egyesült Államokban talán még kevésbé, ahol ne történt valami annak érdekében, hogy a válság összes terhe azokat sújtsa, akik legkevésbé tudnak ennek ellentállni. Valamit csináltak munkahiány, szegényedés a többi esetén. Ahogy én látom, Magyarországon nagyon kevés ország közé tartozik, amelyek nem figyeltek oda, hogy itt a válságnak lehetnek nyertesei és vesztesei, és tulajdonképpen nem, hogy semmi nem történt, hanem a válság idején tovább szigorodtak mindazok az intézkedések, ellátásszűkítések és alapvető változtatások, amelyek valóban a társadalomnak a nagyobb részét és különösen a legalsó 30-40%-át sújtják. Ennek következtében itt valóban olyan mélyek, ugye mi nagyon régen beszélünk kirekesztésről, meg szegénységről, meg szegényedésről, az ördögöt sokszor festettük a falra, nagyon kevés olyan év volt, amikor javult volna a helyzet, 2006-2007 voltak ilyen kivételesen szerencsés évek. Az elmúlt 3 évben azonban tudatos kormányzati politika volt az, hogy a közép és a felső középosztálynak felé menjenek a támogatások, és teljesen tudatos politika volt az alsó először 10-20-30-40%, ebben a cigányság jogainak gyengítése, ellátásainak gyengítése, az őket kiszolgáló szolgáltatások visszaszorítása. Most ennek a nagy intézményei, talán 2-3-4-et érdemes említeni, hát először is az iskola. Ami az iskolával történt, az azt hiszem, hogy ha tényleg így maradnak a dolgok, ez nagyon hosszú távra szóló katasztrófa, mert a társadalom egyszerűen nem tud lépést tartani a világgal. Ha 16 éves, a középfokú oktatás is már gyengül, csak kivételezettek kapnak jó helyet,
a szakképzés hihetetlenül nem készít fel arra, hogy egy változó világban valaki dolgozzon. Az egyetem színvonala is, önállósága is hát nagyon erősen lecsökkent. Pontosabban az egyetemre jutás esélyei nagyon szűkültek. Na most erre az egész iskola ügyre az államosítás, aminek én elvileg nem lehetnék ellensége, hiszen az nagyon jó dolog, hogyha bizonyos normákat az állam megkövetel, és bizonyos szolgáltatásokat és alapfeltételeket biztosít. Minden kutatás azt mutatja, hogy a legfontosabb alapfeltétel a pedagógusok nagyon jó képzése, odaadása és autonómiája együtt az iskola autonómiájával. Most ennek lett itt úgy vége, hogy itt államosították a, ugye az iskola fölött most már nem csak a klik van, hanem a klik fölött is van valami. Ha egy krétát kell venni, akkor a klik, ezt nem érdemes részletezni. A szülők is államosítva vannak, és a gyerekek is államosítva vannak, hiszen ki van mondva, vagy az iskola dolga az, hogy a mi világnézetünkhöz igazítsa a gyerekek fejét, és a szülők fejét is. Most ez nagyon, tehát ez a fajta államosítás, ami a családba bemegy, és nem a szülő felelősségével, az iskola felelősségévé teszi azt, hogy a gyerek értékeit formálja, hát ilyen már nagyon régen nem volt. Az egészségügyet illeti, ott folyik, nagyon korán megkezdődött az egészség. Ugye az már tragédia volt szerintem, amikor megszűnt az egészségügyhöz való állampolgári jogosultság. Ez egy, hogy mondjam, kitűnő szakasz volt. Engem sokkal kevésbé zavart volna valamilyen 200-300 forintos észszerű hozzájárulás, mint az, hogy ez a jog teljesen megszűnt, és egyre kevesebbeket ér el az egészségügy is, hiszen fizetni kell érte. Ez eléggé elképzelhetetlen volt Magyarországon, hogy valaki azért ne tudjon orvoshoz menni, mert. Tehát itt az egészségügyből a 300 milliárd forrás kivonás borzasztó sok. Ehhez tartozik egy kicsit az, hogy a szociális szolgáltatások, amelyek minél nagyobb a szegénység, annál nélkülözhetetlenebbek. Gyengültek, koncentrálódtak még a... Miközben kötelező lett az óvoda 3 éves kortól, egyszerűen nincs hely az óvodában a gyerekeknek, a 20-valahány fős osztálycsoportok most már 30-30 fölé mehetnek, nincs követés, nem tudjuk, hogy a beterelt gyerekek hogyan teljesítenek. Amit az előző kormány megpróbált, a teljesítményméréseket, ez folyik. És ez nagyon érdekes, és nagyon érdekes megfigyelni különböző iskolákban, ilyen-olyan összetételben, milyen nagyon gyorsan tudnak változni az eredmények, nem előnyünkre. A harmadik dolog, amit én figyelemre méltónak tartok, az a rendőrség hihetetlenül növekvő szerepe, pontosabban az állam szerepe abban, hogy az embereket megfegyelmezze. Ugye beszéltünk jóléti államról, aztán fegyelmező államról, büntető államról. Most én már úgy látom, hogy ez a büntetés lassan-lassan odafelé megy, hogy bosszút állunk a szegényeken azért, mert nem tudták teljesíteni azt, amit teljesíteni lehetetlen. Ez egy nagyon régi római, tulajdonképpen jogi dolog, hogy a lehetetlent nem lehet megkövetelni. Itt a lehetetlen van megkövetelve. És ha nem teljesítem a lehetetlent, akkor ezért büntetnek, nincs piros lámpa a biciklin, az országúton az ellentétes irányba mész, a gyereket hát több napot hiányzott, felvetted a kidobott szemetet az útról, az utcáról, felvetted a faizás joga olyan régi, mint a társadalom, megszüntetjük a faizás jogát, ha felszedsz egy gajat az erdőből, akkor megbüntettünk, ha nem tudod kifizetni az 50 000-et, lecsukunk. Ez a fajta társadalom fegyelmezés, ez sajnos nem önálló autonóm polgárok felé visz a nagyon alacsony jövedelmekkel együtt. Tehát a negyedik dolog, amit még megemlítenék, az a segélyezés, közmunka, olyan sajátos összefonódása, amiről nagyon sokat beszéltek, és amiről legfeljebb azt mondanám, hogy nem vezet sehova, illetve az, hogy az emberek, egyre több ember esik ki azokról a listákról, amelyeket a munka nyilván tart, mert nem teljesítettek ilyen-olyan feltételt, ez, és nem indexeljük a családi pótlékot most már 6 éve, és így tovább a segélyeket csökkentjük. Ezen nem segít az, hogy adókedvezményt kapnak most már az 1 és 2 gyerekesek is, le tudják vonni valamiből azt a 10-valahány ezer forintot. Tehát talán ez a 4 probléma az, amiről azt gondolom,
hogy együttesen azt, ami itt elkezdődött már régen, voltak éppen a Kádár-korszakban, hogy az embereknek csak egyéni érdekeik vannak, hogy a másik kárára akarnak érvényesülni, ezt felerősítette az úgynevezett kapitalista versenynek a követelménye. Ez ma már tényleg, amit itt Tőkéczky László elmondott a társadalom szétveréséről, az azt hiszem ma sokkal rosszabb a helyzet, mint bármikor is volt. Köszönöm, ezekről a részletkérdésekről majd még beszélünk, de említsük meg a gazdaságot is, ugye, mint tudjuk, mindennek ez az alapja, és ezzel kapcsolatban azt hallottuk az imént Fitz Tamástól, hogy a kormány kihozta a csőd közeli állapotból a magyar gazdaságot, és az emberek javára bővíteni tudta az állam mozgásterét. Meglepő lenne, hogyha én ezzel egyetértenék, annál is inkább, mert ragaszkodni kellene a tényekhez. A legfontosabb ebből a szempontból ez az úgynevezett csődkockázati prémium. Ez az az összeg, ami megmutatja, hogy egy adott országról a gazdaság szereplői itthon és külföldön milyen valószínűséggel feltételezik, hogy csőd közelében áll. Nos, minél magasabb ez a szám, annál magasabb a csőd veszélye. Ezelőtt 3,5 évvel a magyar gazdaság csődkockázati mutatója a 170 bázisponton, ha tetszik, 1,7%-on állt, ma ez a szám 250 bázisponton, 2,5%-on áll. Tehát lehet, hogy mindenki rosszul látja, kivéve Tőkéczky Lászlót, de a piacok, a gazdaság szereplői, az analisták, a kutatók, a nagy befektetők, azok mindegyike úgy látja, hogy ma nagyobb a csődkockázat. De hogy ne menjünk a másik végletbe, azt gondolom, hogy ma Magyarországnak zéró fizetési kockázata van, tehát ilyen szempontból ma sem vagyunk csődszélén, 3,5 évvel ezelőtt sem voltunk csődszélén, de menjünk egy fokkal tovább. 2010-11-ben a magyar kormány azt mondta, hogy az ő általa választott gazdaságpolitikai keverék olyan hatást fog elérni, amelynek következtében 2013-14-re minimum a pessimista feltételezések szerint évente 3%-os növekedést fog elérni a magyar gazdaság, de jó esély van arra, hogy ez inkább 4-5% körül fog alakulni. Na, ehhez képest a tények azt mutatják, hogy 4 év alatt, hogyha ennek az évnek a várható 2%-os növekedését is kalkuláljuk, akkor 4 év alatt nem növekedett annyit a magyar gazdaság összesen, mint amennyit a pessimista feltételezés szerint 2013-ban egyedül, vagy 2014-ben egyedül növekedni kellett volna. 4 év alatt a növekedés összesen körülbelül 2,5%, megelőlegezve, hogy idén elérjük a 2%-os növekedést. Ezzel kapcsolatban még azt szeretném mondani, hogy amikor arról beszélünk, hogy növekedési fordulat következett be, akkor ez sem felel meg a tényeknek, mert ugye itt, ha összehasonlítjuk 2012-t és 2013-at, elég egy tényezőt kiemelni, hogy lássuk a valóságos növekedési pályát, amin a magyar gazdaság halad. 2012-ben mínusz 1,8% volt a növekedés, 2013-ban valahol 1,2% körül alakulhatott a növekedés. Ha ebből a mezőgazdaságot kiemeljük, akkor azt látjuk, ami ugye attól függően jobb vagy kevésbé jobb termést hoz, hogy milyen az időjárás, akkor azt látjuk, hogy a mezőgazdaság nélküli termelés növekedés, termelés változás 2012-ben mínusz 1%, 2013-ban pedig plusz 0,2-0,3%. Magyarul a pozitív nullán van a gazdaság növekedése, tehát a tényleges teljesítménye a gazdaságnak 2013-ban sem mozdult el látható módon. Ebből következik az is, hogy az egyik legfontosabb kérdés, ami a gazdaságpolitika szempontjából és az egész társadalom szempontjából érint mindenkit, ez a foglalkoztatás. Ha 3,5-4 év alatt az összes növekedés 2,5%, akkor nem is lehetséges, hogy a foglalkoztatás érdemben, a valóságos foglalkoztatás, a piaci foglalkoztatás növekedjen, hiszen ha 2,5%-os 4 év alatt, 2,5%-os növekedés mellett nő, emelkedik a foglalkoztatás, az azt jelenteni, hogy a termelékenység, a hatékonyság a gazdaságban romlik.
Ezt pedig senki nem állítja, hogy romlott az elmúlt 4 évben a termelékenység, a hatékonyság a vállalkozói szektorban. Úgyhogy egész egyszerűen a számoknak egyfajta ügyes statisztikája az, ami növekedést tud mutatni a foglalkoztatásban. Ugye itt ez a mostanra 4 milliós szám, ez úgy jön össze, hogy ebből legalább 100-200 ezerrel többen dolgoznak ma külföldön, mint 3,5 évvel ezelőtt. Ha csupán ezt az egy számot elveszem a 4 millióból, ugyanott tartunk, ahol 3,5 évvel ezelőtt. Ha ehhez még bekalkuláljuk azt is, hogy a közmunka is körülbelül 100-150 ezerrel több embernek jelent hivatalos, regisztrált foglalkoztatást, akkor azt látjuk, amit a józanész és a logika alapján is ki lehetne következtetni, hogy a ténylegesen többletet előállító, értéket előállító, a versenyszféra, a magánszektor által létrehozott munkahelyek száma bizony csökkent ebben a 3,5 évben. Elhangzott itt az is, hogy a költségvetést milyen fantasztikusan helyre tettük. A rossz hírem az az, hogy az államháztartás hiánya tavaly és ebben az évben is várhatóan összehasonlítható alapon körülbelül ugyanannyi, mint 2008, 2009 és 2010-ben volt. A számtani különbség abból adódik, hogy közben megszüntettük a magánnyugdíjpénztári rendszert. A magánnyugdíjpénztári rendszerbe eddig nagyjából a nemzeti össztermék 1,5%-át fizette be mindenki, és ennek megfelelően a magánpénztáraktól várta, hogy a nyugdíjának egy részét, jelesül egy negyedét körülbelül majd meg fogja kapni. Mostantól a magánnyugdíjpénztári befizetés teljes egészében a központi költségvetésben, a nyugdíjkasszába megy, ettől javult a költségvetés egyenlege, hogyha az almát az almával, a körtét a körtével hasonlítjuk össze, akkor ma épp úgy 4% körüli az államháztartás hiánya, mint amennyi volt korábban. Köszönöm szépen, innen fogjuk folytatni egy nagyon rövid reklám után. És folytatjuk a beszélgetést. Előtte még a bejátszóban azt hallgathattuk meg a jobboldali értelmiség jeles tagjaitól, mint kormánykritikát, hogy nem sikerült elfogadtatni a kormányzat politikáját külfölddel és a külföldi közvéleménnyel, politikai elittel. Vajon miért nem? Hát azt gondolom, hogy ennek 3 oka van. Az első az, hogy a külföld először bízott ebben a kormányban, a kétharmados többség nagy felhatalmazottságot adott ennek a kormánynak, és azt hitte, hogy politikailag felhatalmazott kormány végre fog hajtani reformokat. Azt hitte, hogy konszolidációt fog végrehajtani a társadalomban. Ez egy reális hit volt, tulajdonképpen el lehetett volna képzelni, hogy egy olyan gazdaságpolitika felé mennek, amelyik lényegében megpróbálja folytatni a korábbi kormánynak, mármint a bajnai kormánynak a stabilizációs politikáját, és ki is egyezhetett volna a nagy csoportokkal. Nem volt szükségszerű, hogy ezt a fajta sajátos parancsolalmi rendszert vezesse be. Na most az első megdöbbenés az volt, és szerintem ez az, amit máig nem felejtettek el, hogy lényegében szinte azonnal a belépés pillanatában elég nyílt állást foglaltak az európai politikával szemben. Tehát szinte rögtön közölték az Európai Unióval és a Nemzetközi Valuta Alappal, hogy mindaz, amit ők a gazdaság átalakításáról, a válságkezeléséről gondolnak, azt a magyar kormány nem gondolja és nem akarja csinálni. Ez meglepte őket. Amit érthető, hogy meglepte őket, mert nem tudták, hogy most akkor a magyar kormány egyrészt megbolondult-e, vagy pedig valami fajta, van valami titkos terve, amelyet előállít mindjárt. Egy ideig egész türelmesen várakoztak. De aztán, amikor kiderült, hogy és itt van a második lépés, hogy a vállalatokkal szemben, méghozzá mindenkit a multinacionális vállalatokkal szemben egy elég agresszív hadjárat indul el, és az európai cégek a bűnbak szerepét kapták, mindenekelőtt a bankok, akkor még jobban meglepődtek ezen, hogy itt ez most milyen következményekkel fog járni, és nyilván ekkor roppant meg először igazán a bizalom, azt gondolom, hogy a tranzakciós adónál igazán, de már korábban is
ilyen bizalmatlanságok jelentek meg. Ugye ezzel kapcsolatban azt szoktuk hallani, hogy persze, hogy védik a multinacionális cégek érdekeit, hiszen ezek az ő cégeik, a nyugati nagyhatalmak cégei korábban sikeresen vittek ki Magyarországról extra profitot, és ennek most végre egy szuverén, hazafias kormány véget vetett. Ezt most mindjárt átengedem a Gyurinak, hogy erre a szuverén hazafias kormány multinacionálisokkal való politikáját elemezze, hogy kivittek vagy kiraboltak-e minket. Én azt gondolom, hogy, és akkor gyorsan elmondom, hogy a harmadik mi volt az, amibe beleütközött a magyar kormány. A gazdasági tényeken kívül a harmadik az pedig meg voltak lepve azon, és érthetően, hogy az emberi jogok, a parlamentáris demokrácia, az ellenzékkel szembeni viselkedésmód, ennél is inkább az alkotmányos intézményekkel szembeni föllépés, lényegében a jogállam folyamatos lebontása Európa közepén, szélén, ez nagyon szokatlan volt. Ezt először szintén azt hitték, hogy itt valami alkalmi dologról van szó, egyszer csak kiderült, hogy ez egy összefüggő rendszer. Tehát fölépítettek egy összefüggő rendszert, amely a súlyok-ellensúlyok rendszerét megszüntette. Ez itt az európaiak számára elfogadhatatlan. Innentől kezdve el kell gondolkozniuk, hogy hogyan fognak ők tárgyalni, mert hiszen az ő tárgyalási módjuk is folyamatosan egy alkotmányos jogállammal szembeni tárgyalásmódot jelentett. Mi csináljunk egy olyan kormányzattal, amely ebből kilép? Hozzá kell tenni, én nekem az az érzésem, hogy eddig nem találták meg a megfelelő hangot. Nem tudják, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Az Európai Unióban ez teljesen szokatlan, hogy valaki lebontja azokat az alkotmányos súlyokat, amelyek Európa részét képezik. Ezért is vannak zavarban, hogy na most erre hogy reagáljanak, hol megpróbálnak figyelmeztetéseket küldeni, hol megpróbálnak valami fajta tanácsokat adni, de érdemben azt gondolom, hogy ennyire elszánt európa-ellenes kormánnyal régen találták szembe magukat. Tehát visszatérve a gazdasági kérdés, ugye azt szoktuk hallani, hogy ez az ország érdekében történik, ez az Európával szemben álló hazavédő gazdaság, unortodox gazdaságpolitika, ahol végre vissza lehet szorítani a multikat, és végre érvényesíteni lehet a magyar érdekeket. Bár így volna, de a valóság az ennek az ellenkezője. Ha megnézzük, és kicsit kinézünk a Kárpát-medencéből, és kicsit a világra tekintünk, akkor azt lehet látni, hogy a magyar gazdaságnak a teljesítménye a nemzetközi összehasonlításban is a gyenge közepes minősítést érdemli ki az elmúlt 3-3,5 évben. Ha megnézzük, hogy a visegrádi négyek hogyan növekedtek, mi hogy növekedtünk, akkor a lengyel-szlovák növekedés lényegesen gyorsabb, mint a miénk, a cseheké valahol a miénk körül lehet, és folytathatom a sort. Ami a tőke kiáramlását és beáramlását illeti, ezeknél az a nagy baj, hogy én tulajdonképpen a pályámon ilyet még nem is tapasztaltam, hogy egész egyszerűen a tényeket, a számokat zárójelbe teszik, nem veszik figyelembe. Akár a bankrendszert nézem, akár a telekommunikációt, akár a kereskedelmi láncokat, bárkit, akkor azt lehet látni, hogy 2010-et megelőzően ezek a befektetők, ezek a beruházók nem tőkét vittek ki az országból, hanem nagyon nagy mennyiségű tőkét hoztak be. A bankok, akiknek 2008-at megelőzően valóban elég jelentős profitjuk volt, ez a profit arra sem volt elég, hogy a növekedésükhez szükséges, a törvény által előírt tőkekövetelménynek eleget tegyenek. Tehát nem, hogy befektették, visszafektették az itt elért profitjukat, hanem még ezen túl is hoztak be. Ezen kívül sajnos, és ebben a bankok is hibásak, hogy az országnak a külföldi adósságállománya olyan súlyosan megemelkedett 2008 előtt, mint amivel egyébként a legmagasabb lett a régióban. Annak az egyik oka az, hogy ezek a bankok, ezek a külföldi társaságok nagyon nagy mértékű hiteleket vettek föl külföldről, tehát megint csak nem kivitték a tőkét, hanem behozták a tőkét. Úgyhogy ez egész egyszerűen nem felel meg a tényeknek. Ami pedig a valóságot illeti, akkor abban azt látjuk, hogy a magyar gazdaság növekedési lehetősége, potenciálja, hogy szoktuk mondani, nagyon jelentősen lecsökkent. Ennek pedig az az oka, hogy a beruházások, elsősorban a privát beruházások kritikusan alacsony szinten vannak,
magyarul a külföldiek befektetéseit és a magyar tőke befektetéseit nem tudta kellőképpen ösztönözni, kellőképpen támogatni az a gazdaságpolitika, amely nagyon sok szempontból előre nem látható bizalmat és kiszámíthatóságot nem adott a Magyarországon működő, hangsúlyozom, mind magyar, mind hazai, mind külföldi tulajdonú befektetőknek. Szociális téren hogyan lehet értelmezni azt, hogy elmondatot, hogy Magyarország jobban teljesít? Hát sajnos az a helyzet, nagyon-nagyon sok statisztika van, és sajnos az is igaz, hogy a magyar statisztikák borzasztó legyengültek, alig van pénz komoly statisztikára. Hát például az, hogy a munkaügyi statisztika nem mutatja meg nyilvánosan, hogy a foglalkoztatottság növekedésből mennyi a közmunkás foglalkoztatottság, amely szegény közmunkások ugye télen az iskolapadban ülnek, és cicákat, meg felhőket rajzolnák, hát ez nem annyira foglalkoztatás, de ők is benne, és a statisztika nem igazán mutatja, úgyhogy ezért én statisztikus voltam eredetileg, és számomra hallatlanul érdekes, hogy a statisztikai hivatal közletét életébe először egy közleményt, hogy mi nem hamisítunk. Tehát, hogy ami számokat közlünk, az mind igaz, és mind megfelel az EU szabványoknak, miközben borzasztó sok mindent nem mérnek, amit kellene. Például 2013 helyzetalakulásról, szegénységről, gazdagodásról, adóhely. Nem tudunk a világon semmit. Én most olyan adatok alapján beszélek, amik 2013 elejéek. Hadd tegyek, mielőtt tovább beszélünk erről a összehasonlításról, két dolgot hadd tegyek hozzá az okokhoz, ami miatt elidegenítjük a külföldet, és ezek újabban mutatkoznak meg nagyon élesen. Az egyik a jobb oldalhoz való nagyon szoros közeledés, ami most már nagyon szemmel látható, és a másik a kultúra teljes lesaltolása. Most visszatérve a jobban teljesítésre, csak azt tudom mondani, hogy hamarosan megjelenik majd egy teljes összeállítás erről, amiből látszik, hogy a 27-ből hova lett gyerekszegénység, egész szegénység, elégedetlenség, jövedelemhiány, szakadék, és így tovább. Nagyon sokszor Románia és Bulgária van csak mögöttünk, és már az összes többiek elénk kerültek. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondták az értékelésüket. Önöknek köszönöm szépen a figyelmet, találkozzunk jövő héten is, ugyanebben az időben, viszontlátásra.